Szekszárd alpolgármestere Gyurkovics János elmondta, az orvosi rendelők felújítása több mint 4000 embert érint. A pácienseket egy korszerűsített, uniós szabványoknak megfelelő épületben látják el. A közgyűlés a közös döntést meghozta, és eldöntöttük, hogy ezt a projektet is be fogjuk fejezni a 2023-as évben. Nem gondoltuk volna, hogy az építkezés során ilyen nehézségekbe ütközünk, de saját kivitelezésben és a kivitelezés a távfőigazgató úr vezetésével, Csukla Tibor úr vezetésével zajlott folyamatosan. Meg kell említenem, hogy emberfeletti kiemelkedő munkát végeztek. Hozzátette, a munkálatok határidőre elkészültek, a műszaki átadásra sor került, valamint a garanciális hibákat is kijavították. A november-december az nagyon bővelkedett csapadékba, és hát természetesen az nyomtalanul nem történt meg, de most is elkövetnek mindent, hogy ahol egy-két ilyen tenyérnyi nedvesedés még tapasztalható, az is oldódjon meg. Az új rendelőben két körzet házi orvosa fog praktizálni a közeljövőben. A Bálint doktornő, aki jelenleg a Kadarka utcába a Első Béla gimnázium kollégiumába rendel, és a pap doktor úr az vissza fog kötérni eredeti helyére. A tervezés és a kivitelezés során is változások történtek az épület elhelyezésével kapcsolatban. Gyakorlatilag a technikai helyiségek kerültek a börtönfelelő oldalra, és a rendelő, a váróterem az pedig hát az parkolóra és a város egyes részeit lehet látni a parkolókból. A szekszárdi távfőszolgálató ügyvezetője Csukla Tibor elmondta, a város önkormányzata uniós forrásból valósította meg a beruházást, a szerződést 2023. áprilisában kötötték meg. Ez egy 230 milliós beruházás, amelyből a szekszárdi távfő 50 milliót saját erőbe csinált meg, a többit pedig a vállalkozókkal, úgyhogy a külső-belső munkát már egészen későn, tehát már decemberben is csináltuk, úgyhogy nem volt valami egyszerű dolog. A február 12-i héten ünnepélyes átadót rendeznek, addigra a rendelőket is berendezik.